Negyedik alkalommal rendezték meg a Mádi fogadhajtó versenyt, amely egyben az országos viadal megyei döntőjének is helyt adott. A bihari lovaspályán augusztus 14-én megtartott kétfordulós megmérettetés ünnepélyes megnyitóval kezdődött. A benevezett fogatok egymás után vonultak be a pályára, és felsorakoztak egymás mellett. Az eseményen elsőként Tatárka József Mált polgármestere mondott köszöntőt. A település vezetője elismerően szólt a bihari családról, akik megálmodták ezt a helyszínt, és örömét fejezte ki azért, mert egyre nagyobb híre van a versenyben. Tatárka József úgy fogalmazott, hogy mindig csodálattal tekint erre a napra, öröm számára látni a résztvevő hajtók és lovak izgatottságát a viadalra készülve. A ló a tüdejével vágtázik, a szívével tart ki és a jellemével győz. Ezzel a Federico Tezziótól származó gondolattal vezette be köszöntőjét Demeter Ervin, egykori miniszter. A politikus szerint ez a mondat jól jellemzi az ember és a ló kapcsolatának jelentőségét, fontosságát és szépségét. Demeter Ervin kiemelte, arra kell törekedni, hogy a lovas sportokat elsősorban a fiatalok, de minden korosztály gyakorolja és élvezze. Hozzátette, hogy a lovas versenysportok jobbításának alapja az ember és a ló örök barátsága. A negyedik Mádi fogathajtó versenyen 4 kategóriában indulhattak a résztvevők. Az egyes fogatok, kettes fogatok és póni fogatok mellett a rajtengedéllyel nem rendelkező versenyzők is megmérettethették magukat. Az eseményen a legkisebbek is képviseltették magukat. Bihari Bianca egészen kicsi kora óta rajong a lovakért és a fogathajtásért. Kicsi koromban volt az első lovam, hát nagy rész azóta. És mit szeretsz benne? Hát minden. Jó. Jó élmény. Ez az első versenyed? Nem. Mikor kezdted el a versenyzést? 2018 óta. Viktor már 8 éve, hogy hajt, és hát én is szerettem volna, úgyhogy így elkezdtem én is. Pazurik István Nyírlugasról érkezett a versenyre feleségével és 2 pej lovával. 10 éve hajtják a fogatot, és nem először járnak itt. Azt mondja a közmondás, hogy ló nélkül lehet élni, de nem érdemes. Tehát aki beleszeret egyszer a lovakba, annak minden. A befogás, a takarmányozás, minden szép. Nekünk legalábbis hobbiból van, nagyon szeressük. Van még ott, hol 6 darab, összesen 8 darab ló van. Most én nem tudok kiragadni belőle, hogy ezért vagy azért, mindenért. Szeressük nagyon a lovat, mind a ketten. Fróna Antal Hajdúböszörményből unokájával érkezett, és már 20 éve foglalkozik fogathajtással. Gyerekkoromtól van lószeretet, ha bár én erdész vagyok, erdész családból öltem fel, de valamikor ott a szolgálatokásnál mindig voltak lovak, és én nagyon megszerettem őket. És attólan kezdve nekem, mikor iskolába végeztem, mindig van lovak. És mikor indult 2000-es év elején a fogathajtás, akkor én első közt indultam. Első versenytől kezdve itt vagyok mindig. Mindig itt vagyok. Habár most nekünk Hajdú-Bihar megyébe pontszerző lenne, de lemondtam a bihari család tiszteletére erről a lehetőségetről. A bihari család ma már rutinos a nagyszabású fogathajtó verseny megszervezésében, de a kezdet nem volt könnyű, nagy kihívást jelentett a rendezvény minden elemét a helyére illeszteni. Mindennek smakkolni kell, mentőnek, fogatoknak, bíró, konyha, minden. Ugye a vendéglátás is ugyanolyan fontos ebben, nem csak az, hanem azért nem csak a, azt szokták mondani, hogy most mi vagyunk a bohócok a cirkuszban általában, mivel hogy ugye mi szórakoztatjuk a népet. Úgy meg nem lehet szórakoztatni, hogyha nincs vendéglátás. Vettünk egyszer egy ilyen frizzlovat, elkezdtünk mezőzomboron, indult az egész, hogy ott elmentünk egyszer ilyen hobbi versenyre. Ott kezdődött az egész, és akkor sorról sorra ismerkedtünk, barátkoztunk, gyere ide, gyere oda. Mint egy szájhagyomány terült szinte. Az első versenyt még a szűk családi kör rendezte meg, de ma már sok támogató áll mellettük, sokan érzik szívügyüknek a fogathajtás hagyományának életben tartását. Mint minden hagyomány a nemzetünk túlélésének egyik záloga, azt gondolom, hogy ez az egyik legősibb magyar hagyomány a lovas sport, hiszen lovas nemzetként vagyunk nyilvántartva. Én azt gondolom, hogy ezt megszeretetni az emberekkel nem nehéz, de ebbe gyerekkortól kell élni azért, hogy minél nagyobb versenyeket tudjunk rendezni.
Az utolsó fogad beérkezése után nem sokkal a versenyzők újra felsorakoztak a pályán, és elkezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés. A negyedik mádi fogadhajtó verseny győztesei a következők. Egyes fogatok Vámosi Balázs Péter, kettes fogatok Fridel Balázs Norbert, póni fogatok Kis Mihály. A rajtengedéllyel nem rendelkezők közül első helyezett lett Dragovácz Nikolett. A megyei döntő győztese Bihari Viktor lett, második helyen Fridel Balázs Norbert végzett, harmadikként pedig Skarupa Géza állt fel a dobogóra. Az eredményhirdetést követően látványos fogatkarusszel szórakoztatta a nézőket, ezzel mondva köszönetet nekik az egész napos kitartó szurkolásért. Középről lesz megint, ügyeljétek egy más városával fogtok össze. Középről. Páros jobb kézre, második páros bal kézre. Párha, jutott magát.